2015-ben alakította 12 elvakult halasi bringás, évente körülbelül 20 komolyabb, távoli és körülbelül 20 közelben lévő túrát szerveznek. Egy nagy tapsal fogadjuk a bringásokat, Király Gábor és a többiek begörültek. Legutóbb például Szabadkára gördült át egy nagyon lelkes, több mint 200 fős csapat, és vitték a barátságot és a jó hírét Kiskunhalasnak. William Pizs a retro járművel itt elgördült előttünk, és a, nézd meg, fiatal emberek és kisebbek, nagyobbak, mindenki gyerekben mindenki itt van. Megérkeznek a konok-konok, kedves hölgyeim és uraim, Giorgio vezetésével a vad motorosok begördülnek, és szerintem itt most lesz egy kis hangerő, mindenki készüljön fel, esetleg a gyerekek fülét egy kicsit be lehet majd fogni. Tekert fel a hangerőt! Nyomjátok, Giorgio, hogy jöjjön a hang! Van azért itt hang. Megjött Frici bácsi is, úgyhogy itt van velünk. Gábezsa is magasra tette a kormányát. Ide jön a háromkerekűvel, le fognak ide állni oldalra, egy nagyon pici helyet kérünk, lehet, hogy mi is felülünk és indulunk valami motoros túrára. Mondanám, hogy tapsoljuk meg őket, de se ők nem hallják, semmi nem hallanánk, úgyhogy képzeletbe tapsoljuk meg a motorosokat. Kérem szépen Feles Ferenc vezetésével egy Opel, amely sosem Kopel, és erre a nagyon jó példa ez a gyönyörűen karbantartott járgány. A Kántor András Veterán Egyesület tagjai egy Citroen kacsa, ha jól emlékszem és nem tévedek. Az Egyesület 1996-ban alakult, azóta ők szervezik minden júniusban azt az országos hírű túrát, amit ugye itt a térségben szoktak megejteni. Nagy tapsot kérünk szépen a járművekre! Egy gyönyörű metál zöld zasztava, egy GTL 55-ös. A veterán autók után a veterán motorok és a veterán motorosok is megérkeztek hozzánk. Van itt benzingőz és benzinfüst rendesen. Látom, az ifjú korosztály is itt van természetesen egy kis jávával, egy piros jávával, és az oldalkocsis igazi túramotorokkal is megjöttek. Majd egy rajgaz gördőbe ide, egykori katonai jármű, úgy gondolom, hogy parancsnoki járgány, kapjuk a segítséget. Parancsnok asszony, integessen nekünk! A villogóba, igen, még ezt az autót. És egy csodaszép Mercedes, gyönyörű fényezéssel, és most nem kerékpárról érkeztek Koli gyerék, Bartusz család, hanem egy csodálatos... Egy motoros zárja Simpsons a járműveket. És amint ezt láthatják a villogóból és a hangokból érkeznek az önkéntes tüzető egyesület tagjai. Egy mentőautó is megérkezett. Nagyon szépen köszönjük a kitartó munkájukat. Kérem szépen, én először itt Kiskunhalason az OBI csapata is felvonul. Idén júniusban nyitották kapuit a 31. OBI áruház Kiskunhalason. 6700 négyzetméteren várják a vásárlókat a hét minden napján. Azt mondják, hogy aki szereti az otthonát fejleszteni, törődik az otthonokkal, körüli teendőkkel, a kertgondozással, mindenkinek megoldást kínál, igényeiknek és pénztárcáiknak megfelelően. Hatalmas építő csarnokuk van és szezonálisan megújuló kertészetük, szuper ajánlatokkal várnak. Víg Gábor begördült itt villámgyorsan és halált megvető bátorsággal. Ezek az offroad járművek itt sorra jelentek. A Vömöri család jön, és utána egy újabb járgány. Polszki Fiat. Polszki Fiat, egyszer véletlenül azt mondtam egy ilyen autóra, hogy Lada. De ez nem Lada, ez Polszki Fiat 126-os, és utána jön. Oda néz, mi történik itt. Két kerékre pattan. A quad. A quadosok is megérkeztek. Valamint a legjobb quadosok. Érkeznek a szuper tuning járgányok, kérem szépen. Elhagyta a motorháztetőt, atya ég. A Technikai és Sportbarát Egyesület nemrégiben alakított ki egy pályát Kiskunhalas mellett.
Ebből kapunk mi is rendesen most. Tulajdonképpen ne beszéljünk, töfögjünk. És érkeznek az újabb átalakított gépek, amelyekkel itt Kiskunhalason a volt kecerjéti hulladéklerakó mellett alakítottak ki egy nagyon szuper pályát, és ott szoktak ők versenyezni, várnak oda minden szabadidős csobályokat, cukrot, a Károly Bajó képviseletében is itt vannak. Az ifjú hölgy is nagy tapsot érdemel. A Patotin csapata is itt van természetesen. Lassan most már levegőt se kell venni. Nagyon szépen köszönjük a füstöt és a bőgetést. Adtak nekem három oldal szöveget, hogy mondjam el, de nem tudtam. Képzeljék hozzá az ismertetőt. Minden leírás nálam van, odaadom valakinek. És itt van az a jármű. Agrártörténeti Egyesület a Halasi Születi Fesztivál felvonuló járművével Ipiapparatári Sándor. Sem szombaton, és vasárnap nem hiányozhat innen a főtérről. Itt vannak a felvonulók, természetesen gázpalackkal. Itt valami főzés lesz, ahogy nézem. A következő fiatal ember és a járgány együtt 163 éves. A pilóta 18, már nézhet korhatáros filmet, úgyhogy 163 éves. És a hölgyek is megérkeznek ide a felvonulásra, természetesen az Agrárgéptörténeti Egyesület az nagyon komoly figyelmet fordít arra, hogy ne csak járgányokat és egykori gépeket építsenek, hanem közösséget is, és így szeptember végén szintén lesz egy nagyon jó rendezvényünk a Majsai úton. Szeptember 30-án várnak mindenkit a Majsai út felé, jobbra a szőlők előtt, ott van a telephelyük. A Dutrával természetesen megérkezett Csatári Sándor úr, ilyen U28-asokkal történt annak idején a magyar ugar. Sokra érkeznek a mezőgazdasági gépek, begördülnek hozzánk ide a főtérre. Ez is egy nagyon szépen megőrzött, az utókornak megőrzött traktor. Köszönjük a szorgos kezeknek, hogy láthatjuk a Vörös Csillag traktorgyár 28-as traktorát. A Lance Bulldog, amely egykoron gondolom nagyon sok gazdálkodónak ilyen kedvenc kiszemelt járműve volt, nagyon kecses, áramvonalas, ám nagyhangú gép, megfelelő erővel. És jön még egy Lance Bulldog, kérünk egy nagy gázfröccsöt. De úgy látom, hogy a sofőr nagyon figyel, és békésen tovább pörög. Hátul pedig így csillesznek az utasok. A sofőr! Nagyon jó! A születelő fiúk itt vannak. Ez már egy modernebb járgány, egy ifjú utas is van. Szervusztok, köszöntünk itt a felvonuláson. Ádám úr és családja ismételten begördül ide egy U28-assal. És úgy látom, hogy ők már a kukorica földet is megjárták, és találtak egy menyecskét, akit tetősak. Kukorica, szőlő, menyecske, minden került átra. És itt van egy Dutra ezres. Az igazi erő. Hát, hölgyeim és uraim, mehetünk a tüdőgondozóba, mert annyit beszívtunk szerintem, de az élmény megérte.